Medovarszky János 1937. október 27-én született Békés Csabán. Kimagasló sport és játékvezetői karrier tudhatott maga mögött. Többek között tanító, testnevelő tanár, atléta és atlétikai edző volt. Az évek során kiváló eredményeket ért el, viszont a legkiemelkedőbb nemzetközi eredménye az 1965-ös budapesti univerziádén szerzett harmadik helye volt. 1992-ben 8 esztendőn keresztül tagja volt a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának. Medovarszky János edző 2014. szeptember 11-én hunyt el. Egy ártatlan beszélgetés során merült fel, ez év tavaszán, hogy a felújított Tüte utcai futófolyosót nevezzük el valakiről. Szinte azonnal Medovarszky János neve hangzott el, akinek Békés Csaba sport életében, a csabai atlétikában való rendkívüli szerepe köztudott. Dr. Ferenczi Attila felkarolta ezt az ügyet és a közgyűlés elé terjesztette. Akik ezt egyhangon elfogadták, így a Tünde utcai futófolyosó a nagyszerű sportember és edző nevét viseli ezentúl. Dr. Ferenczi Attila Medovarszky János pedagógusi pályájáról emlékezett meg. Ugyanakkor pedagógusi pályát is folytatott a tanár úr, több száz, több ezer gyerekkel szerettette meg és ismertette meg a sportot, ezen belül az atlétikát is. Általános iskolásoktól, középiskolásokon át főiskolásokat tanított, és minden korosztálya meg tudta találni a hangnemet. Szarvas Péter polgármester személyes élményekkel emlékezett vissza a kiváló sportemberre. Valamennyiünk emlékében nagyon-nagyon kitüntetett helyet foglal el, nagyon kitüntetett szerepet foglal el. Amikor egy érettségi találkozunk, akkor ő is mindig kiemelten a beszédtémák között van, vagy becenevével, vagy a hozzáfűződő emlékekkel mindig szóba kerül. Az ünnepsége Medovarszky János leghíresebb tanítványa, Bai Balázs elmondta, hogy nélküle nehezen érte volna el ezeket a remek eredményeket. Nem csak tényleg a sportra kiterjedő tanácsokat, hanem történelmet, sporttörténelmet, világháborúról beszélhetem, miközben itt egy perces pihenőkkel próbáltam valami nyugszigényhez jutni, úgyhogy néha egy kicsit nehéz volt, de nagyon-nagyon élveztem, és sokkal többet adott, mint csak a fizikai képesség fejlesztése, és a mai napig nagyon sokszor eszembe jut, és bárcsak láthattam volna ezeket az eredményeket, amiket elértem. A család nevében ifja Medovarszky János fejezte ki köszönetét, és méltatta a kezdeményezést. Nagyon nagy megtisztelés számomra és a testvérem számára, hogy dr. Ferenczi Attila tanácsnok úr és az atlétikai klub elnökének a javaslatára Békés Csaba város önkormányzata képviselőtestülete elnevezte ezt a Tünde utcai futófolyosót édesapámról. Hatalmas megtiszteltetésnek érezzük, és a munkájának egy méltó elismerésének. Medovarszky János születésének 80. évfordulója alkalmából az emléktáblát Bai Balázs gátfutó és Bíró Csaba sportbizottsági elnök leplezte le, majd a polgármester és a klub vezetői helyezték el koszorúikat.